200 éve született a napjainkban is modernnek számító, örökérvényű versek, elbeszélő költemények atya Petőfi Sándor. A dombóvári székelykör rendhagyó programmal nyitotta meg a Petőfi 200 emlékévet. 2010-ben alakultunk meg, ez elmúlt 12 év nagyon tartalmas volt. A székelykör tagjai elsősorban bukovinai székelyek, de nagyon sokan közöttünk olyanok is vannak, akik Erdélyből áttelepült székelyek, és elég sokan vannak olyanok, akik nem székelyek, de velünk tartanak, mert szeretnek velünk lenni. Elég színes és sokféle programot szerveztünk az elmúlt 12 évben, és bizonyára azért is kaptuk meg idén a Városi Civil Díjat, mert elismerte a dombóvári közönség azt, hogy mi dolgoztunk. Itt régebbtől kezdve mondhatnám azt, hogy András Alvi Bertalantól kezdve Belec Andrásig, tehát nagyon sokféle előadói estünk volt. Az elmúlt évben volt a Tamási Áron év, és ezzel kapcsolatban úgy gondoltuk, hogy rákapcsolódunk mi is, és minden hónapban egy-egy erdélyi író vagy költő életét bemutattuk. Az volt az érdekes, mert ugye most abban a mai világban ugye azt mondják, hogy az embereket nem érdekel az irodalom, nem szeretik a verseket. Egyre többen voltunk ezeken az esteken. Úgyhogy tavaly volt Sütő András estünk, Hányádi estünk, akkor Benedek Elek is téma volt, akkor itt volt Gáspár Klára, vagy most élő és alkotó írónőnek a trilógiáját mutattuk be. És mivel most Petőfi év van, most úgy startolunk, hogy akkor most Petőfi Sándorra emlékezve, ma este Petőfi Sándorról szól. A szokásokhoz híven, ugye van az előadás, utána egy kis vendéglátás és beszélgetés, mert én úgy gondolom, hogy amikor emberek összejönnek egy kis borocska, egy kis innivaló, egy kis pogácsa mellett jó elbeszélgetni. Valószínűleg népszerű, mint pont erről beszélgettünk most nemrég, hogy egy ilyen kortalan költő az egyszer biztos. Tehát úgy írta a verseit, nem véletlen lett nagy részük népdal, sőt még magyar nóta is, de nagyon sokat mondott a felnőtt közönségnek a maga korában is, és azt gondolom, hogy biztos, hogy időszerű, és ahogy látom, hogy országosan olyan törekvések vannak, hogy népszerű legyen a fiatalok körében is. A Füttyentek rád Zord világ című előadáson a költő versei és megzenésített versei hangzottak fel Horváth Vera Anna, Sárközi György és Orlik István tolmácsolásában. De hát, ha nem gyerünk. Ha nem gyerünk, Isten benned jó tégi ülte. De se baj. Hát igazából azt mondanám, hogy kultikus Petőfi versek között szemezgettünk, de ekkor füllentenék egy kicsikét, hiszen a mai délután olyan versek is el fognak hangozni, amik nagyon ismertek Petőfitől, és lesznek olyan versek is, amik kevésbé ismertek, viszont valamilyen úton módon úgymond szívünkhöz közel áll, így igyekeztünk mindkét szekcióból választani. Ugye voltak kötelező versek, amiket meg kellett tanulnunk, és nyilván a kötelező versek egyfajta plusz terhet jelentenek a diákok számára, viszont mégis azért elkezd érdeklődni a diák, hogy ki volt ez a Petőfi Sándor, mit alkotott, hogyan élt, és tudjuk róla, hogy ő egy forradalmi lángnyelvű költő volt, de emellett rengeteg tájleíró költészete maradt fönt, rengeteg olyan verse, ahol a szerelemről beszél, és persze nem mellékesen rengeteg olyan verse, amiben azért benne van a csibészség, és mi fiúk azért szeretünk benne lenni a csibészségbe, így egyfajta szentelen Petőfivé válunk magunk is az évek alatt. Személyes sztori, hogy édesapám mindig az Arany Laci rakot mesélte gyerekkoromban, és ez egy nagy jó emlék, ami hozzá kötődik, és tökre örülök neki, hogy itt is felhangzik majd az Arany Lacinak, mert szerintem tök érdemes arra, hogy sokan megismeri. A koncepció gyakorlatilag a szerelmi fáz, vagy a költészeti fázisaira épül majd Petőfinek, a szerelmi lirájából hallhatunk a bordalos időszakából, illetve majd nyilván a szabadságharccal kapcsolatos eszmei dolgok fognak feltűnni az előadás során, és a vers meg a zene kiegészíti majd egymást, elhangzik majd néhány kultúrtalálka megzenésítés, amit a kedves feleségemmel zenésítettünk meg, és most már 7-8 éve folyamatosan járjuk vele az országot, és elhangzanak majd érdekes információk Petőfiről, meg majd rengeteg vers, amit ő írt. A Dombóvári Művelődési Ház egész éves, színes, gazdag programsorozatot tervez a Petőfi 200 emlékévben. Több programmal is fogunk az idén csatlakozni. Egyrészt már volt egy rendhagyó irodalomóránk, most kedden Mózer Zoltán volt itt. Igaz, hogy nem csak Petőfiről volt szó, de ő írt egy 6 részes Olvasatok című sorozatot, amely az iskolai, középiskolai oktatást egészíti ki, és itt sok író költő mellett természetesen Petőfi Sándorról is szó volt,
mellette őt, még majd várjuk egy De szeretnék csillag lenni az égen című előadással, ahol egy népzenésszel együtt dolgozzák fel Petőfi munkásságának egy részét. Ezen kívül a mai nappal indul a Petőfi 200 előadássorozat, amelyet a Dombovári Székely Kör és a Földi István Könyvtár szervez közösen. Ebben mi, mint Művöltési Ház is közreműködünk. Nagyrészt egyébként helyi pedagógusok lesznek az előadók, de a Székely Körnek úgy tudom vannak olyan tervei, hogy szeretnék az ifjúságot is bevonni, tehát hogy ők is részt vegyenek. Van úgy tudom társas játékötletük is, amit megint csak majd a tanárokkal és az iskolásokkal készítenének, vetélkedő videófilmek készítése, tehát úgy gondolom, hogy egész sok terv van erre az évre. És a jó úrvá eddigi kontómat szépen lekvittelem, aztán most már készpénzem ér, jó téli öltönyt varratok, mert közel a téli, és mostani ruhában akár nem is fagyhatok.